Szigetelt külső homlokzat műanyag nyilászáró energetikai felújításon esett át nemrég az óvoda épülete Encsencsen. Nem csak ezt, hanem az orvosi rendelőt és az iskolát is fejlesztették. Az elmúlt években rendkívül nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az intézményeink megújuljanak, és akkor szépen mentünk sorba, kezdtük az orvosi rendelővel, az óvoda, az iskola megújult, folyamatos fejlesztések történtek a település életében. A belvízelvezető rendszerek megújultak néhány évvel ezelőtt, megvalósult a szennyvízberuházás, ami a település életében a legnagyobb léptékű beruházás volt, és készülünk tovább, tehát sok tennivalónk van még. Ami most ebben az évben igazán aktuálissá válik, ez a Zencsens-Bélteki összekötő útnak a felújítása. Itt már az út elhasználódott, mindenféleképpen szükségszerű egy felújítás. Nagyon fontos, hogy a kötelező feladataink ellátásához szükséges bölcsődei férőhelyeket kialakíthassuk. Így bölcsődét tervezünk építeni a következő időszakban, és bizony még néhány belvízelvezető rendszerünk felújításra szorul, és szükséges lenne egy-két belterületi útszakaszt is felújítani. Buszok és autók is rendszeresen használják a főbutakat a településen, most a Nyírbérták felé közlekedő szakaszt szeretnék felújítani. Jelenállás szerint az összekötő úton közlekednek a buszok, itt közelítjük meg Debrecent. Az út nem megfelelő szélességű, az útpatkák ki vannak járva, csapadékos időszakban rendkívül veszélyes. Ráadásul a település jellegzetessége, hogy homokszerkezetű talajunk van, ezért még puhább az útpatka, tehát még könnyebben felázik. A beruházások és a helyreállító munkák több száz millió forintos kiadást jelentenek a településen a közeljövőben. Az önkormányzat önerőt és Európai Uniós forrásokat is felhasználva szeretné elvégezni a kivitelezési munkálatokat.